Nagy tapsal fogadta a közönség Berec András mesemondót a Pécsi Kodály Központ színpadán. Az ember a tudományáért már gyerekkorától sokat futkos. Így kezdte az első meséjét a Kossuth Díjas művész, aki házigazda volt az október 16-án tartott gálán, ahol néptánc együttesek előadók szolgáltatták a műsort. A Kerekvilág Alapítvány megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték, illetve új tervük megvalósításához vártak támogatókat. Gyakorlatilag nulláról indult az alapítvány, semmilyen háttere nem volt. 33 magánember úgy gondolta, hogy létre kell hozni egy olyan szervezetet, amelyik a fogyatékkal élőknek a beilleszkedését segíti, igazából az emberhez méltó életnek a megélését, és aztán amikor először nappal intézményt hoztunk létre, aztán iskolát, aztán támogató szolgálatot, és most a lakhatásra próbálunk megoldást találni. Most is összefogásban bízunk, hiszen saját magunk nem tudnánk ezt megvalósítani, de nagyon úgy tűnik, hogy lesz is. Ez az az elhagyott épület a pécsi kertvárosban, amit megkapott az alapítvány. Itt 9 lakásból álló otthont akarnak kialakítani mozgáskorlátozott fiataloknak. Ebben egy pályázat segíti őket, de a támogatási összeg kevesebb, mint ami a beruházáshoz kell. Miután most ősszel meg fog jelenni egy pályázat, reméljük, hogy ezt el tudjuk nyerni. A pályázatot legalább 10%-ban ki kell egészíteni, és ez is több 10 millió forint, tehát nagyon fontos, hogy a következő fél évben ezt összes tudjuk gyűjteni, ezért előre is köszönjük a támogatását mindenkinek. A jótékonysági gálaest bevételét is a lakóotthonra fordítják, de várják a további felajánlásokat is, ezért újabb akciókat, eseményeket szerveznek. Ezekről az alapítvány honlapján érhetők el információk.